Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra elérkezett a Maid of Scare folytatása, és igazából már vártam ezt a részt, mert nagyon izgalmas volt, és amit most várjátok, mert most bénázok. Amit egyébként látni fogtok a mai nap, az mai nap is veszem föl. Ugyanis a munka után vagyok, és siettem, mint állat, hogy tudjak nektek videózni. Ugye, mint mondtam, ugye, hogy sajnos, mivel majdnem, hogy minden nap dolgozom, ugye a decemberi ugye, időszak a videójáték iparban hát az egyik legerősebb, nyilván, és elég sok minden jelenik meg. Jó, mi jó, csak is úgyis el fogsz menni, mert félni fogsz, hogy itt... ezért ugye csak így tudok videózni nektek egy munka után. Ott hátul ne jegyetek meg, a tévé megy. Bár nem kapcsoltam ki, mert okos vagyok. Na, szóval, kezdjük is neki. A Maid of Scare-t beindítjuk. Egyébként nagyon-nagyon hangos lesz. Na most érzem. Előre. Érzem. Ide rakom. És így látom magam. Azon a monitorom. És van ez a monitor, meg van ez a monitor. Monitor, 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 monitor. És hol van már a Maid of Scare? Á, ja, töltődik, töltődik, töltődik. Na, mi van? Jó, vártam már egyébként, hogy már ideig eljussunk, mert mi az, az kizaklat. Oké, majd megnézzük. Szóval, mit akartam? Ja, igen. Szerintem vagy ez, vagy a következő, most nem tudom, hogy mennyi van a játékból egyébként hátra, de azt tudom, hogy már a végén vagyok. Sőt, nagyon a végén. Úgyhogy... jó, egy kis kutyihús. Ölt van mamával. Mi? Kis húsi. Szóval igazából már nagyon a végén vagyok. És... nem tudom, amelyen a következő parapéntekes videó. Hogy horkol, azt halljátok, hogy horkol? Itt fog horkolni, egyébként biztos el fog menni egyébként. Abban a percben elkezdek üvöltölőzni. Na most mi van? Most betöltés, de... gyakor most... na? Ja, csak kérnem kellett. Múltkor is ilyen volt a háttér. Ez nagyon tetszik. Anyátom, hangos. Jó. Igazából Mr. Hulki-Hulki elől menekültünk múltkor. Szerintem tuti. Na. Mentsük el az éj. Ó, mi ez a lag volt? Ne érezték? Most nem. Darab igen. Miért? Ne laggoljál. Mi baj ott van? De... Ez nem izé. Nagyon. Hangos. Plak nem üvöltözni. A kiskutya itt fekszik. Állod így ilyen lagban? Nem tudok játszani. De így beakad, és ez nem pedig izé, ez betöltési lag. Semmi baj, kiskutya. Semmi baj. Semmi baj. Kiskutya. Megijedtem. Mint az állat, baszki. Egyébként a kutya megérzi.
Itt remeg az ölembe, szegény. Jaj, várjátok. Jó. Na. És el is menekült, kész. Kiment az ajtón. Itt előtte nem tudom kinyitni. Láttak, hogy eltűnt a kinyitási gomb? Nem tudom, mit kell csinálni igazából. Nézzük. Elfelejtettem, mi volt múltkor. Nincsen meg a ku... Kell még ilyen izé. Itt lesz... Kell egy ilyen kulcs, mert akkor ebbe be tudok menni. Az a kulcs nem tudom, hogy hol van. Nem tudom. De... Most hova? És itt is vannak ajtók. Oda még nem jutottam be. Hű... Jó. Itt jöttem lifttel. Ugye itt elfelejt nekünk a szuka. És itt keresztül jöttünk vissza. Hello. Nem lehet kimenni. Amúgy extrémen fosok. Bocsánat! Hello! Jöttem ki még az ajtón. Mi ez a játék? Tehát, be lehet bagoltatni. Oké, ezt örömmel hallom. Viszont a lényeg az, hogy ez nagy dögit járkál körbe-körbe. De várjunk. Szóval, várjunk. A lényeg az, hogy... Csávó. Miért néz ki így, hogyha ők csináltak ezt a gépzetet, akkor nem neki kéne irányítani? Tehát itt valami nem stimmel. Mitől lettek ilyenek? Ezt a helyben a helyiségben nem tudok bemenni. Mert ott van az a nincs hozzá kulcsom. Tehát, hogyha keresztül meg így, de nincs kulcsom. Akkor nem tudom, akkor... Miért van, tesó? Laggolok! Ha 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 ha!
jó. De ma. Mit csinálsz? Houston! Ja. Szóval, beszettem egy ilyen bigyót. Gyere már ide! Hes, hes! Csihagyjál le! Hes, hes! Hüssá! Be se jöhetsz ide! Ez egy privát klub! Aj, elmondottam. Azt mondja, nem mehetek be, de megütlek. Jó. Oké, okay, akkor beszereztük egy cuccot. Ja, aha, ott volt a tele. És ezt, aha. Ja, menj onnan ki. Akkor nézz valamit, menj ki. Hes. Kijöttem, gyere. Na, mi van, tesó? Na, menjél utadra. Ne arra! Meg ne üssé, tesó. A küszöbön vagyok. Pont arra menjél, én is akarok menni. Ez nem jó. Nem jó, mert arra van egy ajtó. Itt voltam. És itt ezt az ajtót nem vettem észre. Itt van itt valami. Ami ott van ez a... Ott egy ajtó. Valahol. És... olyan szépen nézem, hogy... Itt őt is valaki irányítja. Na, menjél! Menjél! És mondjuk arra... Ja, arról jöttem már, ja. Most erre nézek. Oh, ja, igen. Akkor nekem szem vagy oda szembe kéne bejutni valahogy. De nincs hozzá kulcs, szóval ez buta. Vagy ott kell kezdeni. Az Istenhez. Fúss. Mit csináltam? Ez fut! Számolni kell. Ne bánts! Számolni kell. Jó, számoljunk. Ez az izé... Mi? Ez az izé miért volt te kötve? Mi a teve, nyereg? Elizabeth, ott vagy? Yes, I'm still here. I thought you... Something just... What was that? Nagybátyád, nem hogy... Zenész, azt kérted tőlünk. Egy darab részét.
doesn't matter. We were all too late. All that matters now are my father's cylinders. We need them to... Wait! There's someone here. Mi az, Elizabeth? Somebody is trying the door, Thomas. I must go. No! No, stop! Stop! Let go of me! Let me go! You get off! De akkor ki el? Ez még él. Ez valami? Itt valaki ebbe énekelt. Ez egy ilyen éneklős izizés. Ja, várjál már, te várjál már! Hát ebbe szerintem valakit énekelt. És akkor ezzel a cuccal befolyásolták az agyukat. Látjátok, itt van az énekizé, itt ment a hang. És ezzel lett befolyás, de a szirén az... Ez nem énekelt. Most nem énekelt, hiszen... Tudom, hogy nál ott a kulcs. Ez az. Akkor... Várjál, nem. Nem, én koponyás kulcs. Nem, persze, nem. Akkor ezt elmentem, mert még egyszer nem csinálom meg még egyszer. Majdnem, ezt toltam a bokámat. És lehet, hogy sikerült is. Sose lehet tudni. Szívgörcs. Én meg tudom, mondom, hogy valaki szuszok, de nem érdekes, mert... Erre nem, ezért itt szuszolóznak. Mit szó? Nem vagyok... Ez látjátok, hogy így pulzál a infarktusa? Elvérzik úgy közben, vagy mi? Nem tudom, megnyitni a hogy hívják omat. Mindegy. Hol vagyok? Itt. És keresztül mennem jobbra. És akkor... Vagy nem, akár egy más. Nem! Elbasztam. Hú, de jó, elbasztam. Hú, de elbasztam. Hej, hó. Hú, állj, beakadt. Arról jön. Hogy basztam el? Hogy? Nem értem. Basz! Hello. Na jó, hát akkor odjál már innen anyádba. Hát bemészem el, hogy lányom vagyok. Hát ez milyen ház ez már? Hát takarodjál már, tehát nem szar helyre jöttem, gyere, fordulj meg! Semmi baj, nem futunk, nem érdekes, csak mindenki megnyugodhat a picsába. Elbasztam. Igen, valahogy így. Szóval, nem szabad időt pazarolni, mert különben ez lesz. Ábrahám, könyörtelen, és a legjobb esélyed, ha menekülsz előle. Jaj, de jó, köszi. Hát ez tökre jó lesz. Nagyon jó. Jó, hogy mondod. Mindjárt bepisilek. Hú, nem hiszem el. Mi van? Most mi? De hogy élet? Nem. Hogy élet újra? Jó vagyok. Nincsen hogy hívják? Nincs térkép. Nincs hangja a játéknak. Váltok.
Ti halljátok, hogy van? Elment a hang. Mi a... Teljesen elment a... Hang! Nektek van? Nem tudom. Nektek sincsen? Mi van? Na jó van, mennyi anyádba, takarodjál, mert ideges leszek. Se hang, se semmi. Ezt engem még itt basztatni kell. Na gyerünk már nyisat. Jó Istenem! Menjél, te nő, vagy pasi, vagy valaki. Vagy, áj, nem jó, áj. Miért nincs hang? Lehet, hogy itt valami történhetett. Windows téren. Hangkeverő megnyitása. Please. Made of scare. Metleg van. Nektek si... Vagy nem hiszem el. Nem, akkor várjátok, megnézem. Most hülyeség lesz, de... Most bocsássátok meg. Amit beteszek videót. Hogy annak van-e hangja? Már csak azért, mert hogy... Ha nincs... Akkor játék romlott el. Jó, hát ezt biztos hallottátok, szóval... hát a játék úgy döntött, hogy kapjam be. Ha! Hang nélkül. Várjátok. Hang nélkül igen nehéz lenne. Vagy lesz. Menj már innen, légy szíves. Várjál már, azt tudom, hogy mit kell keresnem, a hengert. Állj, gyerünk már. Hagyj ebéken. Megvan a henger. Ah. Jaj! És mi van, hogyha... Ugye mentéstől újra. Helyen áll a hang? A gépnek van hangja. Nincs. Hát csak úgy... Jó, kilépünk. Ne haragudjatok. Ezt nem tudom, nem. Nem tudom, hogy lereagálni. Anyád. Kilépünk teljesen. És indítjuk újra. Mi, hogy elmentettem, ugye? Hűha. Jó van, kedves Mirovszker. Hát nem mész el oda, ahova... A Windows-hannak van hangja, azt szerintem hallottátok. Kedves Mirovszker, ajánlom figyelmedbe, hogy kap már be a jobb és a bal bokámat. Köszönöm. Ennek van hangja! Jól van. Nem tudom, mibe jól. Nem tudom. És a hang nélkül az egy kicsit elég nehéz. Hangok használata, azt terveztük.
azt javasoljuk, hogy nem tudom elolvasni, mindegy. De láttátok egyébként, hogy alul mit írt. Hogy a hangok használathoz tervezték a játékot. Ahhoz képest nekem no hanggal kellett, odáig eljuttam. Megszerezzem a hanget, persze kinyírtam magam, most meg van hang. Hát nem, nem. Te kis csalfa, te kis csalfa. És az a nagy dög jön. És ez megint járkál. Hagyjál már! Na várjál! Jó, ez megvan. Akkor azt nagyot legyőztem. Akkor el kéne jutni valahogy, megszerezni a következő hengert. Aztán... az megvan, ami itt van. Itt van egy ajtó. Az olyan mit nyit? Tök jó kérdés. Akkor túlélni. És valahogy visszamenni. Nem, fölmenni a padlás. Nem tudom. Jól vagyok. Nem, ezt nem is lehet még egyszer beaktiválni. Ezt itt most... Képzeljem el, hogy megtörtént. Jó van. Szia! Csak egy pillanatra szól, le tudok szedálni. Szia! Ne haragudj, hogy egy pillanatra leszedáltalak. Gyere már! Az privát parti. Nem jöttem ki. Még csak a küszöböt se értem. A lábam. Jó. Futni kell. Legalábbis előre tudni. És az a baj, tele vagyok ilyen szutykokkal. Ez viszont kell. Basz, kell fog tévedni. Aja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 j
Aztán, mint hogyha látna amúgy. Ne, Deszpút! Elbasztam. Mi? Elbasztam! Sziasztok! Menj már innen! Ahoj, kapitány! Mi van, ha lemegyek, aztán feljövök, és hát ha nem lesz ott. Shalala.
jobbra, át, meg kell jegyezem, jobbra, tök egyenesen, míg a falat nem érek. Egy teszt a falat. Aztán, puty, és az első, nem, a második ajtó balra. Tök egyenesen, itt kijövök jobbra, tök egyenesen, aztán második ajtó. De még ha ide is el tudnék jutni a szép szobába, akkor nagyobb eséllyel tudnék onnan kimenekülni ide. Mint hogy megint innen átszambázok. Okay. És tele vannak ilyen kis nyomorékokkal. Gyakorlatilag. A raptorok. Ez a baj, tudsz tudni. Ah, mint egy T-rex, hallod? Így. T-rex vagyok. De mindegy. Kifutok arra. Egy pötty előre, és akkor és akkor csak jobbra. Elő, egyenesen, aztán bemegyek. Figyelj, fogok menni. Jaj, ez hallod? A versenyző felállt a stratfogalmaz. Mi van, tesó? Szóval... De te csalsz! Te hamarabb indultál el. Ne már! Na jó, csaló. Hát, ha elmennek innen, és visszajövök. Szóval, igen. Felmérkel. Ja, csak gondolkozok. Basszus. Nagyon gyorsan kell futni. Menjél már! Állj! Egyenesen. Jobbra! Így! Menjél már! Jobbra! Es! Úgy! Beakadtam, jó! Semmi baj! Elmentettem. Oké. Okay. Ez a csaj szobája, hát kicsit ideges lett. Miért tört ez? Na, innen egyszerűbb már. Nem is egyszerűbb kijutni, talán. Hát, és akkor, és ha megvan a henger, akkor utána mi van? Csak úgy kérdezem. Ez is ideges. Elájott az ideg. Hallod? Mi? Ez kell nekem. Ezek nem jó többire. Az igen, hogy befutott! Na jó. Ezt nem bírom, ezt a stresszt. Hallod? Hú.
bennáll az ajtóban. Emberünk. Ezek szerint... Jaj, nem egyszerű, jó van. Mindegy. És ha megvan a izé... Jaj, csuklok. Valaki emleget. Hát, emlegessen. Akkor... át lehet menni a kis izén. Vagy itt keresztül. Nekem az is jó. Beszedni, aztán le a lifttel. Gondolom. De gyorsan. Nem hat. Jó, örülök. Itt vagyok, oké, egyenesen. Hol van az Elizabeth? Ja, itt volt az a padlás, de volt bezárva. Itt valami hang van. Énekel a szirén. Ja, vannak szimbólumok. Kalitka, kutya, hal, madár, szarvas, jó. Ja, várjál már, a festményeken vannak. Kutya, kalitka, szarvas, súlyom, madár, úgymond súlyom. Ott a hal. Jaj, várjál! Vannak itt számok. Na, az egyes, akkor... a hal. Jó. Hal. Hal, kutya. Hal, kutya, madár. Hal, kutya, madár. Kalitka, hal, kutya, madár, kalitka, hal, kutya, madár, kalitka, szarvas, hal, kutya, madár, kalitka, szarvas, hal, kutya, kalitka, madár. Nem jó. A hal az biztos. Hal. Hal, kutya, madár, hal, hal. Kutya. Ja, madár. Kalitka. Hmm.
Bezárkoztam a padlásra, na, a csaj szélapja, oké? Okay? És eltorszoltam az ajtót, a nagy harmónium úgy tűnik a többiekkel. Ja, az, ami lent volt, ami megölt, nem ölte, csak leizélte. Rám nem hatott. Az egész azzal a scare point alatt raboskodó lényel kezdődött, szabadon kell engedni, hogy ne hátasson senki másnak. Az én feladatom gondoskodni róla, hogy biztos, hogy eljussanak valamba, elkülve az apámat és az embereit. Tényleg egy emberek. Nem jó valami. Nem jó. Na várjál. A szirén rá nem hatott. De mégis. Valami történt. Ne nézz rám, te szörnyeteg. Saját magára mondja. Megőrült a csaj. Oké, benne se bízunk, rendben. Van, a csajnak elmentek otthonról. Oké. Okay. Tudod, van valami baj. Nem. Ha itt élt a csaj, itt. Itt volt felbezárkózott. Utána valami történhetett vele, hát hiszen... Basz meg. És ide énekelt. A csajszí lett a szirén. Na, én nem bízok már abban a némberbe. Tönkre ment, nagyon jó, tök jó, köszi, oké, nagyon fasza. Feladat frissítve. Hogy, jaj, ott est, ott mi? Csak, nagyon jó. Ma kockáztatom a padlás biztonságának elhagyásával, felfedeztem, hogy apám kimondhatatlan dolgokkal kezdett el foglalkozni, és ok nélkül embereke arcát égeti meg. Hallom a bácsikámat, ezen a padló alatt a folyosókon utánam kutatni, egy eszten óriássá vált, mindketten mélyebbre süllyedtek az ületben, és a borzalmas szertartási maszkjukat viselik. Ja, értem. Megrémítenek. Néhány vendég korábban érkezett a nagy megnyitóra, próbáltam őket figyelmeztetni, de az apám és a bácsikám rájuk kényszerítette ezt az őrületet, és azok a szegény emberek most ugyanolyan szörnyegetővé váltak. Hát ez fasza, mint a családom. Még leírni is borzalmas. És itt kérdezették őket, és ezért zenére még ilyenek. Fasza. Ez fasza. Ez csodálatos. Kettés. Oh, ez az. It is done. Végeztem. I have managed to make phonograph copies of three of my father's four cylinders. Three parts of the siren song. The fourth, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the siren song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Van az apja a Darth Vader, jó, van, értem. A pincében. Jaj, de jó. Akkor csak kérni.
Itt, és itt addig hallgatták a zenét, amíg meg nem kattantak. Kerestem egy kis musicát. A gorillagon szerint a szirén félig madár, félig nőlény. A kétes dalával pusztulásba pusztulított a tengerészeket. A szirének nem egyeznek a sellőkkel, de évtizedeken át összevetőjeztették őket. Mutatják, hogy a középkorban a szirének már nem madárszerű, halszerű teleményként ábrázolták az írók és művészek szavaros értelmezése miatt. A vezetett évtizedeken át a szirén igazi vizuális képének feledéséhez és az ábrázolt széles körben sellőként, ami a görög legendás egyáltalán nem igaz. A szirineket először a Homérosz őz össze van. Igen, dokumentumok. Kész a sellőt, mozog szállalban, később pedig az írókból a szirinek szárnyakkal rendelkezik, vagy éppen gyönyörű nőfejük és madártestük van. Értem, hát ez hosszú. Köszönöm szépen. Tök jó. Már régen vágtam egy... Majdnem beszart. Be fogok szállni majd előtt. Köszönöm, régen vágtam a lények és körök. Nem tudom. Ami beleütik az arcomba, hát infartusba fog meghalni. Jó van akkor. Tuti. Tuti, valaki valami beleütik az arcomba. Feladat, keresd meg a hátralévő kottákat, menekülj el a szállodából. Egyetlen egy kottára van szükségem. Egyetlen egy nyomorult kottá. Keresd a kottákat! De jó. Basszus. Basszus! Na, jó van. Elmegyek a mentési szobához. Befejező epizód lesz. Mert már nagyon-nagyon-nagyon a végén vagyunk. Egy kotta kell.
és... Az igen. Na, jó. Jó. Igazából megszorodunk majd genyúltól, elmentjük még egyszer biztos a kedvéért. Na, szóval ott vagyunk lent. És szerintem az egykotta az... De ide dobtak le, tehát tudja innen kéne kijutni. Tehát... jó. Vagy itt felmegyünk ilyen lift izével. Nem tudom, hogy működik-e, de majd megnézzük. És akkor, ha nem, vagy valami, itt még keresztül jövünk, itt átjövünk, itt kijövünk, vagy ilyen inkább itt, itt egyszerűbb. Mindegy. És átjövünk itt a telefon. Vagy nem, így is ott kell jönni. Ó, van, oké, okay, mindegy, oda. Keresztül jövünk, pici folyosó, és akkor lent és tű. Na, szerintem ez világos volt mindenki számára, és akkor ki fogunk jutni a pincéből. És akkor végül, hogyha itt nem tudunk feljönni, akkor viszont ott fönt, ugye a lépcsőn úgymond feljutunk, és akkor ki tudunk menni a pincébe, és akkor meg kell szerezni, ami biztos, hogy feladat, valami feladat lesz, hogy megszerezzük utolsó kottát, mert azt vagy érzem, nem tudom, tudni. Úgyhogy... ezt nem is... és várjátok, biztos vagyok benne, hogy mivel most már... nem tudom. Ide tudni be, vagy be kell jutni. Tehát, hogy... és itt várj, itt se voltunk. Nem tudtunk bemenni. Ja, várjatok már! Az első emeleten... ide! Visszakérdezem az első emeletre majd. Be kell jönni ebbe a szobába. Ide. Szóval az a cél, most következő részben ki fogunk jutni az első, ugye a PC-ből, fel fogunk menni az esmetre, be fogunk menni ebbe a szobába, ami nem tudom, mi van, de be fogunk menni, mert ez kell, ami itt van. És lehet, hogy lesz benne, itt lesz egy kulcs, ami... itt nem mentem be, ebbe. És itt is van egy ajtó, mert szintén nem mentem be, szóval lesz egy kulcs. Ennyi a padlás, jó? Nem akarok vissza a második emeletre menni. És ide be kell az első meneten. Kert, ez minden rendben van, az megvan. Pince, az is teljesen oké. Okay. Földszint. És itt sincs. Tehát, és ja, és itt sincs. Ön az a kulcs kell, várja. Akkor, én nem tudom, hogy fog bejutni, mindegy, és itt volt az egyik ilyen ez az izé. Itt volt, és ide be kell jutnunk. Ott lesz egy, szerintem a esmeten lévő izébe, ha megszereztük a kulcsot, ide kell bejutnunk. Ott lesz a kulcs, szerintem. És akkor, ami ugye a második emeleten lévő izé a szobát is nyitja, és ami a földszinten lévő ezt a szobát is itt alul nyitja. És gondolom, valahogy, vagy lesz egy járat, vagy nem tudom, ahol szerintem ide kéne jutnunk. A másik oldalra. Szóval még van három teljes feltérképezendő dolog, és az a második emeleten be sem mentem ebbe a szobába, mert úgy folytam, mint nagyon. Hát van ez így. Jó! Jó, igazából mindegy. Jaj, ehem. Hát én köszönöm szépen, hogy itt velem tartottatok, remélem tetszett nektek igazából ez a rész. És titek, szerintem az utolsó jövő és para péntek lesz az utolsó, legalábbis ebből a játékból,
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és hogy velem voltatok végig. Találkozunk következő hét péntekén az utolsó Made of Scare résszel. Úgyhogy igazából, ja, jó ez a játék, csak néha feltékesít. Szép estét nektek. Sziasztok!